Pató András orvos Bátaszék mellett több környező településen is ellátja a teendőit. Azt mondja, nagyban lecsökkent azon emberek száma, akik személyesen jönnek el a rendelőkbe, a bejelentéseket sokkal inkább telefonon mondják el a betegek. Az elmúlt 2-3 hétben lehet tapasztalni azt, hogy egyre több megkeresés történik felső légúti infekciókkal. Jelenleg influenza járvány is van, megfázásos tünetek is vannak, és mellette óhatatlanul gondolnunk kell arra, hogy esetlegesen koronavírussal fertőzött beteg is lehet a környezetünkben. Egyelőre nálunk, a mi környezetünkben koronavírusos beteg igazolt nincs. Voltak esetlegesen gyanús betegek, akikről kiderült, hogy nem koronavírussal fertőzöttek. Rendelő szintjén ezt úgy tűnik, hogy megértették. Sajnos úgy látom, hogy a üzletekben, illetve az utcákon ez nem teljesen így van. Pánik helyzet. Én úgy érzem, hogy még nincs, és reméljük, hogy nem is lesz. Pató doktor azt mondja, a vírusfertőzés az élet több pontján hoz majd gyökeres átalakulást. Ilyen lesz az egészségügyi ellátás rendszere is. Alapvetően meg fognak változni a szokásaink, és ezek a szokások valószínűleg tartósan meg fognak változni, esetleg véglegesen meg fognak változni. Az emberek észrevették azt, hogy bizony vannak olyan veszélyek, amik leselkednek ránk, amire nagyon oda kell figyelni. Ezért talán jobban figyelünk egymásra, jobban figyelünk arra, hogy sok felesleges dolgot ne tegyünk meg, és így elképzelhetőnek tartom, igen, hogy a közeljövőben, illetve a távoli jövőben is meg fognak változni a szokások. Központilag elrendeltek olyan rendelkezéseket, amik minél jobban védik az egészségügyi dolgozókat, hiszen a legnagyobb veszély az, hogy egy egészségügyi dolgozó megbetegszik ebben a vírusban, akkor ő lesz a fő gócpont, és ő lesz a fő terjesztő. Ezt mindenféleképpen szeretnénk elkerülni. Ennek következtében, illetve ezért hoztak olyan döntéseket, amit egy kicsit furcsa lehet a betegeknek, de tulajdonképpen egy telefonos konzultáció történik a legtöbbször, amit szintén nagyon jól megértettek az emberek, és nagyon sokan keresnek minket telefonon, elmondják a tüneteket, kikérdezzük őket, és ezáltal bizonyos fokig tudunk diagnózist mondani. Természetesen ez nem ugyanaz, mint hogyha teljes vizsgálat történne, ezért nagyon kell arra figyelnünk, hogy egyéb más megbetegedések ne sikkadjanak el, és ne az történjen, hogy esetlegesen emiatt valaki hátrányba kerül. Az, ami pár héttel ezelőtt még kérdéseknek az első kérdés volt, hogy járt-e külföldön a beteg, volt-e külföldi kapcsolata, ez most már nem reális, hiszen tulajdonképpen Magyarország egész területén jelen lehet a koronavírus, és azért itthon el lehet kapni másoktól. Ezért az a legfontosabb, hogy mindenki próbáljon meg elszigetelődni egy kicsit, otthon maradni családtagjaival, és nem összejárni, nem elmenni, és ez ugyanúgy szól a fiataloknak is. Már a leginkább védett korosztálya a gyerekek, ám teljes védelmet ők sem élveznek, mondja Omak Terika, gyerekorvos. A legnagyobb veszély, hogy az erős immunrendszerrel bíró emberek, bár nem betegszedek meg, hordozói a vírusnak. Senkiről nem tudjuk, hogy hordozó-e, mert nagyjából tünetmentesek. Ezért illik megfogadni azt a mostani jó tanácsot, hogy mindenki maradjon otthon. Nálunk még ez nem volt. Én a híradásokban nem találtam ilyen adatot, hogy kit visel meg jobban, kit nem. Egy adat tűnik abszolút biztosnak, hogy az idős, legyengült és a legyengült immunrendszerű embereket re akár halálos is lehet. Egyetlen módon lehet megvédeni saját gyermekeinket, azzal, hogy otthon marad mindenki, aki csak megteheti. Semmi egyéb védekezési módszer nem ismert jelenleg. Tehát, hogyha betartjuk a higiénés rendszabályokat, gyakori kézmosás, ez folyik most már a csapból is, nem megyünk maximum a közterületekre, udvarra megyünk ki, nem megyünk boltokba, nem találkozunk csoportba verődő emberekkel, zárt légtérbe. Tehát ez egy egyszerű, apró biztonsági intézkedésekkel tudunk csak védekezni. Nem megyünk gyerekkel biciklivel boltba, ilyen egyszerű a történet. Lehetőség szerint otthon maradunk, és csak mi megyünk, hiszen hát az orvosi rendelőkben, itt a tanácsadóban is az a mostantól a kiírt, nem is tudom, hogy szokás, tehát azt tartjuk be, hogy egy gyerek, egy szülő, és egyedül tartózkodik a váróba is, ha és amennyiben ennél nagyobb a forgalom, a többiek a szabad levegőn. Mi pedig, mondja Omak Terika, a fertőtlenítéssel védjük önmagunkat és a gyerekeket.